bővült káposztás megyeren az apró talpak családi napközi, és egy óvodai csoportot is indított, de azt is mondhatnám egyszerűbben talán, hogy egy új óvoda nyílt káposztás megyeren. Vendégeim ennek az intézménynek a megálmodói, Mózes Marcsinák Márta és Szabó Polett, kezi csókom, hölgyeim. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mielőtt rátérünk erre az óvoda kérdésre, azért kicsit magyarázzuk meg azt, mert nekem is meg kéne, hogy mi ez a családi napközi. A családi napközi egy olyan ellátási forma, napközbeni ellátási forma, ami lehetővé teszi 20 hónapos kortól a gyerekek mindennapos ellátását, de figyelembe veszi azt, hogyha a szülő mondjuk csak fél napot, vagy heti pár napot szeretne a gyerekétől távol tölteni szocializáció szempontjából, vagy amiatt... Vagy nem szeretne, de muszáj. Vagy nem szeretne, de muszáj, igen, és akkor a családi napközi erre is ad lehetőséget egy szülőnek, tehát nem feltétlenül kell mindennapos ellátásban gondolkodni. De a bölcsödénél nincs így, vagy nem lehet így? Hogy... A bölcsöde nem, az hétfőtől péntekig napi ellátás biztosít a kicsi gyerekek számára. Ah, tehát az nem ennyire flexibilis akkor ez a különbség. Így van, ez a így van. Igen, tehát ez sokkal rugalmasabb a gyereknek is, és a szülő számára is. Tehát igazából itt azt gondolom, hogy az nagyon-nagyon fontos a családi napközinél, hogy egy picit rugalmasabban idomul mondjuk a gyerek, vagy a szülői igényekhez. Aha, de ez, ha már a szocializációt említette, ez akkor úgy is lehetséges, hogy benn van a gyerek, de benn van a szülő is esetleg bizonyos... Nem? Csak hogy tisztázzunk? Nem. Nem, tehát hogy alapjában véve én azt gondolom, hogy egy kicsi gyereknek fontos a kiszámíthatóság és a szocializáció lényege az tulajdonképpen a saját kortárs közeg. A saját kortárs közeg meg az leginkább ugye úgy nyilvánul meg, hogyha a saját kortársaival van egy kisgyerek, tehát pont ez lenne a lényege, hogy egy picit elszakadok már anyától, egy picit van egy kicsit önállóbb életem, de ugyanakkor megvan az a fajta... anyaiság, anya-gyerek kapcsolata, amiben még azért otthon tudok működni, és tudok vele lenni. De szakmailag ez fontos, hogy ez minél korábban elkezdődjön ez a folyamat? Amúgy, én azt gondolom, hogy ez kisgyerek függő egyrészről, és talán még függőbb szülő részéről. Tehát, hogy a szülőben mikor érik meg az a fajta igény, vagy mikor ismeri fel, hogy esetleg a gyerekének már szüksége van, vagy szüksége lehet egyfajta bővülésre. Mert ugye azért valljuk be, hogy nagyon-nagyon jó otthon lenni anyával, de anya közben főz, most takarít, vagy akár testvérekről gondoskodik, akkor nyilván célszerű, vagy kényelmesebb, vagy rugalmasabb, nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt. Ami azt gondolom, hogy anyának is feltöltődés, hogy egy picit a saját világában tud mozogni, és egy kisgyereknek is, hiszen a saját kortársaitól olyanokat fog tudni megtanulni a szocializáció révén, amit mondjuk nem feltétlenül tanulunk meg. Igen, bár nyilván gondolom, egy felnőtt közegben. Igen, de nyilván ez egy anyának is nehéz döntés, hogy akkor el tud-e szakadni a gyermekétől. Bár valószínűleg álszentség azért azt mondani, hogy a gyermeknevelés ilyen picikorban is csodálatos, minden pillanata is könnyű, mert ez nyilván nem így van, tehát ez egy segítség. Mióta működik ez az apró talpak? 3 éve nyitotta meg a kapuit, ez a 4. tanéve. Az első évben még nem igazán mondom, hogy működött, mert hogy én azt gondolom, hogy ezeknek meg kell teremteni a kultúráját, és mivel Káposztásmegyeren város a városban, és Káposztásmegyeren első családi napköziként nyitottuk meg a kapuinkat, ezért nyilván egy fenntartás is volt ezzel szemben, hogy mi az, amit köztudatban, vagy pontosan. Nincs. Igen. Egy más országokban ez elfogadottabb dolog? Én azt gondolom, hogy azért, mert más országokban sokkal korábban kezdődik a szocializáció. Tehát ugye azért, hogyha elmegyünk akár Olaszországban, ahol 6-7 az otthon maradás egy kisbabával, vagy akár a Franciaország, nálunk ugye az, hogy 3 év, hosszú intervallum, és nyilván amikor látjuk, hogy a szomszéd is otthon marad, meg annak a szomszédja is, és ugye egymásra vagyunk hatással, akkor nyilván ezt egy picit akár egy anya úgy is élheti meg, hogy hú, hát azért én milyen áldász vagyok, hogy beadnám szívem szerint egy picit a gyermekemet. Bár azért innen az a 6 hét elég durvának tűnik, vagy durván rövidnek, bár ezt nyilván igen. Nézőpont kérdése. Igen, talán a 2 között igen. Kellene.
Na jó, innen ebből a családi napköziből hogy léptünk tovább az óvoda felé, vagy miért jött egyáltalán az ötlet, hogy legyen az apró talpaknak egy óvodás részlege, vagy óvodája? Polett. Hát igen, ugye a gyerekek, akik hozzánk jártak a családi napközibe, szerettek volna, ugye aki betöltötte a 3 éves kort, vagy már 2,5 éves volt, a szülők érdeklődtek, hogy hogyan tovább, mert hogy szeretnék ezt a közeget megtartani. Ja. És nem ez utolsó... egy pozitív visszajelzés, nem? Igen, nagyon-nagyon. Mi azért titokban azt gondolom ebben bíztunk, mert szerettük volna ezt egy felmenő rendszerben megoldani, hogy egészen iskoláig a gyerekek nálunk. Tehát ez egy terv volt. Ez egy terv volt, egy nagy löketet adott a szülőktől való támogatás, és ugye nagyon fontos nálunk, hogy mi két nyelven foglalkozunk a gyerekekkel egész nap, és a szülőknek volt ugyancsak erre egy nagy igény, hogy ha már a bölcsiben is a két nyelv párhuzamosan megy, ugye nem titok, nálunk az angol megy, és természetesen a magyar, mint anyanyelv, hogy akkor ezt az óvodában is tovább tudják vinni, és a környéken nem igazán van ilyen intézmény, aki ezt biztosítani tudja. Úgyhogy minden kaptunk egy nagy szülői hátteret, támogatást, hogy akkor lépjük meg ezt. Úgyhogy igazából innen jött az óvoda ötlete, hogy akkor gyerünk, csináljuk meg, és talán az álmunk valóra várjuk, és ez most itt szeptemberben teljesült. Jó, de ezt valahogy meg is kellett valósítani, ez hogy történt? Maga a családi napközi az egy csoportos családi napköziként működött, és ugye a bővüléshez, az óvodai bővüléshez azért nagyon-nagyon szigorú feltételeket be kell tartani. Tehát mind a játszótérnek a meglétét, mind a tornaszoba meglétét, mind a kis WC, kis mosdó meglétét. És igazából itt tehát volt... infrastruktúrálisan sokkal-sokkal igen, több kell hozzá, nyilván szakmailag is azért azt hozzáteszem, tehát azért a családi napköziben is kell egy szakmai programot írni, de nyilván itt az óvodában ez még, tehát eszközrendszerileg is például, tehát az eszközparkot is úgy kell bővíteni a 3 és 6 éves korosztálynak a felölelésével, tehát hogy mindenki a korosztálynak megfelelő megsegítést ugye meg tudja kapni és felkészítést, úgyhogy azért ez nagyon-nagyon sokrétű, és már a családi napközi idején is polgármester úrtól kaptuk végül is ezt a lehetőséget, hogy akkor az újpesti vagyonkezelővel vegyük fel a kapcsolatot, és talán ők tudnak nekünk egy olyan helyet biztosítani, ami megfelelő lehet a családi napközi számára, és ez hál' Isten sikerült is. És szintén most az óvoda bővítésnél az ő segítségüket kértük polgármester úrért és alpolgármester úrért, hogy ebben tudná segíteni, mert ugye itt meg főszempont volt az, hogyha felmenő rendszerben gondolkodunk, már pedig abban gondolkodunk, és a felmenő rendszernek nem csak a maga a folyamata fontos, hanem ugye egy szolgáltatás nyújtás is, ami a szülőnek megkönnyítse a dolgát. És bíztunk abban, hogy ha testvérek vannak, kisebb-nagyobb testvérek, akkor mondjuk egy közös intézményben már tudnak járni, ugye az egyik a bölcsödében, a másik az óvodában, hogy ez ne menjen távol egymástól. Tehát viszonylag egy tér, vagy közel egy térben legyen, ugye a kialakítandó játszótér is, mivel oda a családi napközihez került, ezért akkor az ovisok is nyilván azt tudják használni. Tehát együtt vannak a napközisek és az ovisok. Ugye együtt, aha. Igen, tehát külön csoportszobában értem, vannak, de maga az intézmény igen, tehát maga intézményileg igen, és ebben, ahol a bővülést megkaptuk az óvoda részéről, ott alpolgármester úr segített, ugyanis ez az APCRT-nek volt az irodája, ami ugye a családi napközéhez nagyon-nagyon közel volt, és megkérdeztük, hogy lehet-e egy ilyen lehetőség, vagy nyitottak-e egy olyan fajta kooperációra, hogyha talál az EPCRT magának egy megfelelő igényes irodahelyiséget, akkor egy körforgásban tudunk-e költözni. És erre nagyon nyitottak voltak, amit azt gondolom, hogy most is nagyon hálásak vagyunk ezért, és így tudott megvalósulni az óvoda rész, tehát ebben az EPCRT-nek a helyén. Tehát egy irodát kellett átalakítani. Így van. Oldalba. Gondolom, így ez van. Nem kis feladat. Nem. Falakat ütöttünk ki, tettünk be, a mosdókat teljesen át kellett alakítani, ugye szabvány szerint pici mosdókagylók, pici WC-k, elválasztó falakkal, ugye előírásoknak megfelelően kicsitusoló, nagyon édes.
Úgyhogy igen. Ez óvodai vagy bölcsődei szinten, ez mit jelent, amit említett, hogy ugye kétnyelvű az oktatás, mert egy iskolában értem, vagy jobban értem, egy óvodában kevésbé, azon kívül, hogy nyilván az Old MacDonaldot is éneklik a csipcsicsóka mellett, gondolom. Nálunk úgy működik, hogy minden egyes nap az egyik pedagógus, tehát ha most az óvodát veszük, de a családi napköziben ugyanez a rendszer van, az egyik óvodapedagógus csak és kizárólag angolul beszél egész nap a gyerekekkel, a másik óvodapedagógus pedig magyarul. Tehát onnantól kezdve, hogy a kisgyerek belép az ajtón anyával, az egyik pedagógustól, vagy egyik pedagógus angolul kommunikál, a másikkal pedig magyarul, és nagyon jól tudják ezt használni a pici gyerekek, és ezen kívül minden nap van nekik egy irányított angol oktatás is, ami a speciális területekre megy rá, hiszen ugye ez azért jó, mert ugyanúgy szívják magukban az idegen nyelvet, mint ahogyan saját anyanyelvüket is, tehát ugyanúgy ebédnél, kézmosásnál, játszótéren, mindenhol nem stresszelnek rá, teljesen természetesen használják és értik ezeket a nyelveket, tehát igazából dalokból, versecskékből tanulnak meg mindent, és azt ugye ne felejtsük el, hogy a piciknek az agya nagyon, tehát nagyon jól szív, mint egy kis szivacs olyan, és egészen a picik kortól. Tehát sok olyan kisgyerekünk van, aki előbb reagál az angolra, mint a magyarra, és boldogan, csillogó szemekkel csinálja azt, amit kell. Ez nyilván ez az úgynevezett szenzitív korszak nyelvtanulási van, de azért biztos eleinte nagy kavarodás van a gyerekekben, amikor, tehát gondolom, vannak kevert mondatok, nem? Vagy ilyen az, van, az... ilyen kavarodás van, de olyan kavarodás, hogy most nem értek valamit, olyan nincs. Az is fontos, hogy nálunk nem csak magyar gyerekek vannak, van fülöpszigeteki kisgyerekünk, van, akik Lengyelországból költöztek ide, van szlovák kisgyerekünk, például az egyik szlovák kisgyerekünk, ő konkrétan 5 nyelven beszél, tehát egyelőre még keveri, de ez nagyon szépen le fog tisztulni neki. És akkor már most lehet látni, mondjuk a legkisebbektől, ha már 3 éves periódusról beszélünk, egy ilyen nyelvi fejlődést is? Abszolút. Igen? Tehát abszolút. Például a családi napköziben van egy ikerpárunk, aki 1 éves kora óta jár hozzánk, most töltötték a 3-at, úgyhogy ők most az óvodát kezdték, és elképesztő. Tehát valamikor, ha kérdezünk tőlük magyarul, angolul válaszolnak. És valamikor fordítva? Tehát, hogy... okay. Igen, igen. Tehát, hogy nyilván a bölcsis korosztály nyelvhez szoktatás a lényeg. Tehát maga az, hogy halljuk, hogy érzékeljük, hogy van rajtunk kívül, vagy beszélnek más nyelveket is. De például az angolos kolléganők, amikor a gyerekek bekerülnek hozzánk, és elkezdenek tényleg csak angolul beszélni, és volt egy olyan szituáció, hogy valamit magyarul kérdeztünk a kolléganőtől, és ő magyarul válaszolt, majd egy kisgyerek megállt, ekkora szemekkel, te tudsz a mi nyelvünkön. Tehát, hogy... Hát persze, hogy... ez nem olyan tiszta dolog azért. Igen, igen, de viszont de ez volt a természetes. Aha. Tehát, hogy neki meg se fordult a fejében, és amit az angolos kolléganő kommunikált, azt ő maximálisan végrehajtott. Tehát pontosan értette, hogy mi az, amit tőle kérnek angolul. Tehát... Ez egyébként gyerekfüggő? Már úgy értem, hogy mikor tisztulnak le ezek egy gyereknél? Hogy mikor válik el az, hogy elkülöníti a két nyelvet egymástól? Hát nyilván itt azért nagyon sok befolyásolja, tehát befolyásolja a két nyelvű család például, ugye eleve apa otthon. Jó, de most vegyünk egy magyar családot. Aha. Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy így nagyon-nagyon szépen tudnak benne működni. És például itt ez az ikerpárok lányokról, akikről beszéltünk, ott például nem beszélnek otthon angolul, tehát ott 2 magyar szülő van, aki nagyon édes és bájos, de nem beszélnek otthon semmi ilyen körülmények között angolul, de csak magyarul. Az ilyen módszerrel tanított, már kiskortól tanított gyerekek, nagy százaléka, vagy elég biztos, hogy fog beszélni angolul felnőttként? Abszolút nyilván, hogyha azért ugye ezt napi szinten gyakorolni kell, tehát ha kihagy 2-3 évet, akkor is meg lesz csak passzívan. De hát azért passzív szókincs elég gyorsan. Így van, és ugye az nem mindegy, hogy ebben a korban ők még a nyelvet szinte anyanyelvi szinten sajátítják el, tehát nem fognak a tankönyv felett ülni, és stresszelni, hogy úristen, ezt most meg kell tanulnom, mert dolgozatot Persze. írunk, mert munkához kell. Nyilván az kell. Iskola meg a rendet vág majd így, a nyelvtanban. Ugyanúgy, ahogy a magyar nyelvet, ugye mi is tanuljuk a szüleinktől, otthon csáton, majd elsőbe belülünk a padba, és van anyanyelvi óra. Ez ugyanígy fog működni. Jó, ahogy olvastam,
azért van még egy különlegeség az óvodának, hogy nem csak idézőjelben óvónők és dajkák vannak, hanem fejlesztő pedagógusok is. Ez miért fontos? Ezt mi különösen fontosnak tartjuk, tehát mi nagyon-nagyon hiszünk a korai fejlesztésben, amit ugye általában korai fejlesztésben 6 éves korig beszélünk erről, és mi azt látjuk magunk körül, hogy azért a mai társadalom elég tudásszentrikus társadalom. És nem azt gondoljuk, hogy nekünk már olvasni is írni kell megtanítani a gyerekeinket, vagy a hozzánk járó gyerekeket, viszont azt gondoljuk, hogy szeretnénk őket úgy felkészíteni, hogy mondjuk az iskolába való kerülés az ne egy traumaként élődjön meg, hanem az is egy természetes folyamat, és nem olyan részképesség zavarral kelljen megküzdeni, amit mondjuk a korai szakaszban fel lehet ismerni, és a felismerésre egyben, hogyha ez ellen teszünk, akkor ezt nagyon szépen ki lehet küszöbölni. Van egy nagyon-nagyon kedves és nagyon szakmailag felkészült fejlesztő pedagógusunk, aki TSNT-n színnelár és nélterápiával dolgozik, és ő segíti a mindennapos munkánkat, és mi szeretjük nem becsapni sem magunkat, sem a gyereket, sem a szülőt, tehát mi azért ezt jelezzük. És hál' Istennek azért mindig kapunk egy olyan nyitottságot a szülő részéről is, hogyha ezt időben elkezdjük tudni fejleszteni, mert pedig el tudjuk, hogyha akkor ez nagyon szépen kiküszöbölhető, és azt gondolom, hogy egy gyerek élete, ha ennyivel meg tudjuk könnyíteni, akkor könnyítsük meg. Az elég komoly szakembergárda kell lesz, fejlesztő pedagógus, angolul tudó óvónők, tehát ez nem biztos, hogy minden bokron teremnek. Nagyon sok idő is volt, amíg ezeket a szakembereket megtaláltuk, tehát azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt kudarc élményünk ezzel kapcsolatban. De az is kell. Így van, de abból nagyon-nagyon sokat tanultunk, tehát azért ezt hozzá kell tennem, és most már tényleg próbálunk egy olyan erőszűrőt felállítani, hogy olyan szakemberek kerüljenek be a gyerekek közé, akik hatékonyan, mosolyjal, és szépen eljutassák oda a gyerekeket a saját szintjükre, ahova kell. Káposztásmegyeren nagyon sok család, meg nagyon sok gyerek van, de az ember azért meghallja azt, hogy családi napközi, meg hogy magánovoda, meg hogy kétnyelvű, akkor azért biztos, most nem számszerűleg kérdezem, de azért az jut eszébe, hogy egy ilyen intézmény a gazdag családok gyerekeinek a kiváltsága. Nem gondolom. Tehát nem gondolom igazából, hogyha végig gondoljuk, nekem például a kislányom egy teljesen mezei állami óvodába jár, éppen most számoltuk össze a férjemmel, hogy mennyi kiadás van, ugyanis azt gondolom, hogy ami egy magánintézmény a szolgáltatásaim belül megadja, azt nem feltétlenül gondolom, hogy minden állami intézményre ezt rá lehet húzni, amit most mondani fogok, de azt gondolom, hogy ott a létszámból adódóan, tehát hogy van 30 kicsi gyerek, 30 kicsi gyereket nem lehet úgy differenciálni, mint ahogy lehet mondjuk 15-öt. Hát ez kétségtelen, de... És mivel mi tudjuk a kis létszámból adódóan differenciálni, mi ebből a amit támogatást kapunk, abból tudjuk ezeket biztosítani. Az állami intézmény ezzel szemben nem feltétlenül biztos, hogy tudja. Nincsenek meg a lehetőségek. És nincsenek is meg a lehetőségek. Azért valljuk be, hogy az állami intézmények nagyon-nagyon szakember hiánnyal küzdenek. És nem azért, mert rossz intézmények, hanem most erről persze bővebben beszélhetnénk, hogy a pedagógusok hol vannak. Igen, de ez már. Így van. Sokáig tart. Így van. De hogy azt gondolom, hogy talán ezzel vagyunk egy picit előrébb, hogy itt meg tudjuk adni, és házon belül tudjuk megadni, és napszakon belül tudjuk megadni. Tehát nem kell külön elvinni a gyereket fejleszteni, nem kell külön ezért pénzt kiadni, mert hogy körülbelül, hogyha a mérleg két oldalát állítjuk, akkor körülbelül ugyanott vagyunk. Jó, hát nyilván az a megoldás, hogy minél több ilyen jellegű alternatív intézmény legyen, meg állami, minél több óvónő, minél több... És akkor igen, szépen ezek kiegészítik egymást. Hát, hogy ez álomvilág vagy nem, ez reméljük, hogy nem. De köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen.